Isten tudja, hanyagszor vagyunk itt, és nagyon-nagyon fantasztikus, hogy újra és újra ennyire szeretettel fogadtok minket. Tudjátok, én nem vagyok egy ilyen szépeket mondogató pasas, úgyhogy most nagyon keményen megmondom az arcotokba az igazságot, durván keményen. Kurva jók voltatok egész este, köszönöm szépen! Szóval, a zenekarral mostanában semmi különös nem történt. Csak örömhírek értek minket, mint mondottam, tegnap platina lemez lett a Lélekerő album, aki esetleg nem hallotta még, annak szeretettel ajánljuk, hallgassátok, próbáljátok meg, próbálkozzatok vele, remélem mindenkinek tetszeni fog. És most lassan elérkezett a turnézás időpontja, úgyhogy megyünk mindenfelé, holnap is egy őrületes motoros találkozón leszünk Győrújbaráton, az ottani motorosokkal fogunk egy hatalmasat bulizni. Fantasztikus este volt, úgyhogy gyorsan bemutatom nektek a zenekart. Először is hátul ezt az öregembert itt, ezt a Matuzsálemet, ezt a 25 éves arcot. Doboknál Kálózsi Gergő! És jön az az ember, akire most már egymagára hárul a ritmus szekció, mármint a harmonikus ritmus szekció nehéz és hálátlan feladata. Kedveseim, Székesfehérvár színeiben basszusgitár Erdély Krisztián! És akkor kérem szépen, jöjjön egy ember, akivel az 1998-as újrakezdés óta, ami a jól számom, 17 éve. De ne felejtsük el, hogy mi már előtte egy éve ismertük egymást, tehát 18 éve boldogítjuk itt egymást. Szólógitár Rucsis Ricsi! Köszönöm a zenésztársaim nevében. Jó magam, meg már régessége nem számolom az éveket, sőt már a heteket, hónapokat sem túl sok van belőle. Maradjunk annyi, hogy itt vagyok, ameddig lehet, csinálok, teszem a dolgokat. Paksi Endre voltam, szeretlek benneteket. Köszönöm szépen! Egy, két, há! És most engedjétek meg, hogy egy nagyon-nagyon rövid, egy pár másodpercre udvariatlanok legyünk, és hátat fordítsunk nektek, de ezt nem véletlenül tesszük. Szeretném, ha veletek együtt egy csodálatos közös kép készülne erről a gyönyörű estéről, úgyhogy figyelem, megfordulunk, Laci ott fönt van, készülj most! Köszönjük szépen, drágáim, imádunk benneteket! Ez volt az Oszcián, sziasztok!
Tudjátok, már a hallásom se a régi. Ez most azt jelenti, hogy nem haragszatok, megengeditek, eljátszhatok még egy-két számot? Oké. Akkor ezt fogjuk tenni, és egy kicsit formabontó leszek még az